Kérdezhetek egy intimet? Hát kérdezni. Igen, igen. Hogy nézel színházat? Nem. Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a világtalálkozó mostantól, minden rész elején, pár mondatban bemutatom majd az aktuális vendégeinket. Ma itt lesz velem Csákányi Eszter, hazánk egyik legkarakteresebb színésznője, ő Csákányi László lánya. Nem adta számára könnyen a sikert, az élet nehezen indult a pályája, a színművészeti főiskolán háromszor utasították őt el, de mindez nem szegte a kedvét, sőt, ahol az elmúlt évtizedekben ő megfordult, ott mindig valami fontos, valami meghatározó dolog történt a hazai színház életben. Tagja volt a legendás Kaposvári Színháznak, a Katona József Színháznak, a Krétakörnek, Pintér Béla Társulatának, jelenleg pedig az Örkény Színház tagja. Párosunk másik tagja, Máté Bence, aki jelenleg a világ egyik, hanem a legismertebb és legelismertebb természetfotósa, legalábbis a nemzetközi díjak erről árulkodnak. Valósággal megújította a természetfényképezés gyakorlatát. Van néhány olyan megoldás, például a detektív üveges les, amely azóta nemzetközi modellé nemesedett. Brand a neve, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy egyes felmérések szerint ő ma a világ 9. legismertebb itthon élő magyarja. Lássuk, hogy mire megyünk ma így hárman. Adás előtt elhangzott egy kérdés, hogy megkérdezted Esztertől, hogy ő pestie vagy sem? Most mindjárt lebuktatsz engem, hogy mennyi vagyok felkészül. Hát egyébként miért lenne evidens, hogy Pesten csak a, nem tudom, a magyar populációnak a 20%-a se él. Tehát se, akkor ebben mi 8 millióan lakunk vidéken, ugye? De benne vagyok akkor ebben a populáció. Inkább az szokott furcsa lenni, hogy amikor egyeztetünk, ugye én elég távol lakok, még a falutól is, Pestől meg főleg, 160 kilométerre, és beszélgetek valakivel, és evidensnek gondolja, hogy én is pesti vagyok, hát hiszen miért lennék pesti, és amikor beszélünk egy találkozót, hogy akkor jönnének interjút készíteni, vagy valami, jó, és akkor indulnak, és akkor hova kell menni? És mondom, ja, a vidéki helyszín, hát az, oda nem. És akkor ugye. Hát vagy akkor nem, nincs arra idő, vagy nincs ebbe kapcsolat. Mert hogy ez az M5-ösön másfél óra. Te nem is laktál Budapesten? Amikor a könyvemet készítettük, és részese akartam nyomdának a minden egyes porcikájának, akkor írtam 2 hónapot, de elég volt. De nehéz. Köszönöm. Neked biztos nehéz. Londonban laktam fél évet, úgyhogy megvoltak a nagyvárosok ilyen. De mi zavar itt? Mi van itt, ami ott nincs? Ez azért nem életszerű, ami itt van, mert akár nagyon sok jó, nagyon sok rossz, vagy vegyes embert bezárunk egy dobozba. Nézzük, hogy nagyon sok jó embert bezárunk egy kis helyre, és túl sok az egy négyzetméter jut emberek száma, és az feszültséghez veszett. És ez mondjuk a közlekedésben például jól megnyilvánul, hogy olyan emberek, akik egyébként nyugodtak, intelligensek, kultúráltan tudnak egymással beszélgetni, amikor ott van a kormány a kezükben, akkor azért a másik sávban csak oda mondja a magáét, és ez ennek köszönhető, hogy túl sok ember van kis helyen. Én meg olyan szakmát választottam, aminek például az egyik ilyen alapállapot az, hogy borzalmas feszült vagyok, és ideges, és izgulok, és próbálom ezt beletenni a munkámba, és ezt használni. Tehát az lenne a baj, ha nem lenni feszült, és nem izgulnál? Hát nagyon szélsőségesen, igen, része, ez benne van a pakliba. Nyilvánvaló, hogy jobb az, hogyha ha nincs akadály, és nincs probléma, de azért a produkciók nem árt az, hogyha kicsit feszült az ember, vagy izgul például. Szerintem az van, amikor hasznos. Természetesen nem többségről beszélek, nem az, hogy ez legyen a lényeg, de tudom azt, hogy lehet belőle hasznosítani. Te, Bence, gondolom nem vagy egy stresszes típus, ugye? Nem, egyáltalán nem. De ez alkati sajátosság, vagy eldöntött? Nem, tudatosan nem. Tudatosan? Amikor látom, hogy megyek a stressz felé, akkor 2 visszalépek. És azt hogy kell csinálni? Hát úgy kell csinálni, nagyon meg kell becsülni azt a közeget, amiben élhetek, azt az életet, amit élhetek, és ha ezt így végig gondolom, akkor minden jel arra mutat, hogy nekem egy nagyon jó életem van. És hogyha nekem nagyon jó életem van, akkor az a saját hibám, hogyha ezt én nem tudom élvezni, és ezt én stresszben fejtem ki, vagy stresszben mutatkozik meg. De ez egy szervezési. Az ember el tudja ezt rendezni saját magában? Hát én el tudom.
Igen, tehát hogyha én stresszelnék, vagy nem lennék elégedett a dolgaimban, a mindennapjaimban, az azt jelenteni, hogy egyébként egy jó adottságot nem tudok jól megbecsülni. És amikor e felé, mert minden nap hallok e felé, tehát azért én is látom, hogy most stresszes időszak következik, akkor inkább picit visszább lépek, és megnézem, hogy hogyan tudom a jelent élvezni, és nem a holnapra készülni. Ez a fajta, amiről te beszélsz, hogy ez a nyugalom, ez a higgadság, ez nekem körülbelül az utolsó 8 évemben fogalmazódott meg. Minek volt ez köszönhető? Hát éreztem, hogy nem lehet állandóan dolgozni. Tehát én tényleg egy munkamániás vagyok most is, de nem, most már nem vállalok el mindent, most már kell nekem nyugalom, kell nyáron 3 hét nem munkával foglalkozás, de ez, mert éreztem, hogy nem megy, tehát nem megy, fizikailag se tudom már csinálni, meg szellemileg sem, meg nem megy. De hogy tényleg nagyon érdekes, hogy már azt is megfogalmaztam, és akkor így tudok hozzád kapcsolódni, hogy én nagyon sokáig azt hittem, hogy én életem végéig fogom csinálni ezt a pályát, szóval ameddig tudom, hát amíg tudok beszélni, járni, meg az agyam meg tudja tenni a szöveget. Ezt gondoltam, hogy addig, tehát hogy igen. Most már úgy gondolom, hogy nem. Tehát én fogom eldönteni, hogy meddig akarom csinálni, és azt is érzem, hogy megfogalmaztam már magamban, hogy akkor kiszállok a városból. És elmennél és vidékre? Igen, ezt már, igen. Tudod is, hogy hova? Igen. És hova? Északi part, Balaton. Aha. És nem hiányozna ez az egész? Szerintem nem. Tehát most beszéltünk a nagy színésznőkről, így egy kicsit a Dajka Margitról, vagy a Sota Iréről, akik nekem minden szempontból példaképeim, és mindegyik kiszállt, mindegyik abba hagyta, pedig óriások voltak, tehát mind az Irén is, az Irén 80 éves korában hagyta abba, tehát hogy eljön az a pillanat, amikor az ember nem kell a nyüskés. Nekem ez élő példa volt a Máté Erzsi. Máté Erzsi egy óriási nagy színésznő, idős színésznő, 90 éves, ha jól tudom. Együtt öltöztem vele a Katona József Színházba, egy kőszikla, tehát olyan hihetetlen, már ilyen karakterek nincsenek ma. Tehát tényleg ez az őserő, minden szempontból képzeld el, és óriási színésznő. És akkor egyszer csak nyilvánvaló voltak jelei, hogy most már nem fog úgy menni, úgy döntött, hogy nem, és 10 éve elzártan él Budán egy házban, és nem vágyik rá, nem kell neki, és ezt mondom én is, hogy ez nyilvánvaló meg lehet tenni. És mit csinálnál te ott? Balaton északi csodálatosan partján. El tudnám magamat képzelni, például boroznék, amit nagyon szeretem a borokat, és nagyon-nagyon csodálatos borok. Elképesztő filmnéző vagyok, és én nekem a mostani életemben is egy hatalmas mozim van a lakásomban, tehát hatalmas kivetítőm van meg minden, és rettentően imádom nézni a filmeket. Magadat is? Magamat nem. Nem? Azt hittem, ezzel csak én vagyok így. Te magadat imádod nézni? Nem, gyűlölöm. Ja, én sem. Megnézek egy riportot, ezzel tanuljak belőle, nem, mert a hangomat is nem, utána nem, hallgatni, úgyhogy ez büntetés. Én nem bírom visszanézni egy musztert, megcsinálunk hirtelen valami jelenetet, és akkor nézzük vissza. És ideges vagyok tőle, mert már máshogy csinálnám. Én igen. Nem tudom, hogy te miért vagy magadtól ideges. Én csak a hibákat látom. Én fogok tartani most előadást hosszú idő után, ugye vírushelyzet, és megnéztem a 2 évvel ezelőtti előadást, amiről gyakorlatilag csak pozitív visszajelzések jöttek. És már az első perc már szenvedés volt, és mert azt a 2 órát végig szenvedtem, hogy de megnézem magamat. De biztos, hogy jó volt, de megnézi, de amikor előadtad, nem szenvedtél. Nem, akkor éreztem. Na, hát ez az, de pont ez a lényeg, hogy az a pillanat, amikor csinálod, az 100%-os, utána már te is gondban vagy, hogy jó, hát ezt már nem így kellett volna, de az a következő történet. És én is így vagyok, és a filmezés pont ez a legnehezebb, hogy megcsinálsz egy filmet, és 1 év múlva mutatják be. Most képzeld el azt az 1 évet, és ülsz, és azt mondod, hogy Jézus Mária. Tehát, hogy én is ilyen vagyok. Hogyha valami közös lehet a Bencével, akkor például tessék? Az előző témához még én annyit fűznék hozzá, hogy érdemes különbséget tenni a pozitív, meg a
negatív stressz között, hogyha egyáltalán létezik ilyen fogalom. Igen. Tehát pozitív stressz az, amikor nekem fel kell kelni mondjuk hajnal 3-kor, mert tudom, hogy most fotózás következik, jó, és már alig várom, hogy ott üljek, és a legjobb pillanatokat vadászhassam. Ugyanígy negatív stressz volt az, amikor fel kell kelnem 6 órakor, mert kezdődik a suli. Tehát 3 órával később, de mégis rosszként éltem meg ugyanazt az eseményt. És hogyha mindig pozitív stresszt tudsz előállítani akkor, amikor a munkád szólít korán kelésre? Több mint 90%-ba. Igen. Hát nagyon irigyelve. Tehát hajnal fél 4-kor kell. Ezt megtanultam. De el tudod magadat úgy engedni? El tudom engedni, mert mindent elengedsz, nem a holnapra készülök. Tehát én ezt szeretném, most azt szeretném megélni, mindegy, hogy mennyien hallgatnak, hogy mi most hárman itt beszélgetünk, hát ha tudunk valamit egymástól tanulni, én most itt jól érzem magam, lesz a következő program, akkor meg ott érzem jól magam. Tehát de nem az, hogy érzed jól magad, mert eldöntötted, ugye? Hanem mert jó. Hát egyébként is jó, de néha az embernek, amikor érkezik a stressz, a saját maga által generált stressz, akkor ezt azért észre kell venni, és akkor foglalkozni kell vele, hogy ez ne negatív stressz legyen, hanem pozitív, ezt át lehet formálni. Viszont szerintem Eszter nagyon fontos dolgot kérdezett. Neked szól bármi másról az életed, önfeledtségről beszélek, igen, játékosságról, igen, lazaságról, mámorról. Én valószínűleg azért nem fogok ki égni. Persze a munkája mámor, de mindegy, bocsánat. Tehát valószínűleg én azért nem fogok kiégni a szakmámban, mert elképesztően változatos. Tehát most úgy gondolom, bár én csak 36 vagyok, hogy ezt fogom tudni csinálni 40 év múlva is, vagy 50 év múlva is. Én elsőbben olyanra gondolnék, ami teljesen más. Hát nagyon könnyen tudok neked mondani, mert például, hogyha egy lesépítésről beszélünk, akkor asztalos szakma, lakatos szakma, építészet, az a fotózás, hogy én alapvetően nekem egy fényképezőgéppel kezembe kéne képeket készíteni, ehhez képest paravánokat építek, meg önkormányzatokkal szkanderezek, hogy adják meg a területfoglalási engedély, tehát a kettő az elég messze van egymástól. Messze van egymástól, de ugye Eszter rögtön azt mondta, amikor a Balaton szóba jött, hogy borozna, filmeket nézne, jól érezni. Neked van ilyen felülete vagy platformja az életnek? Én is, nekem is kivetítőm van, és nagy filmes vagyok otthon. Minden este a tévé helyett csinálok valami olyat, ami abszolút úgy kapcsol, hogy nem kell gondolkodni benne. És az a filmnézés az egy nagyon jó program. És akkor kérdezhetek egy intimet? Hát kérdezni. Igen, igen. Hogy nézel színházat? Nem. Igény nem volt rá? Rábeszélnél le. Egyszer voltam színházban, jó 10 évvel ezelőtt. Igen, ez jó. Hát hívd meg valahova, és akkor oda elmegyek. Hoppá, tessék. Abszolút. Hattyút ajánlom. Zseniális a hattyúba, Eszter. De esküszöm neked, hogy köszönöm, és megkapod a meghívást. Akkor ezt így lebartered. Le. Szerencsére én tényleg nagyon, most ez nem a reklám helye, de talán te tudod igazolni, nagyon értékes, jó helyek dolgozom. Nagyon minőségi, csodálatos előadásokat csinálunk. Úgyhogy lehet, hogy az volt akkor a probléma, hogy talán nem egy olyan előadást láttál, ami katarzist okoz. Mert képzeld el, hogy okoz katarzist egy színházi előadást. Hogy ha téged, jaj, nagyon boldog vagyok. Én is boldog vagyok, mert így, hogy maga a színésznő vízbe, így ez egy más kontextus kap. Tehát most veszek egy jegyet, és bőlök egy székbe. Nem, hidd el, hogy én annyira boldog vagyok, és meg fogod látni, hogy milyen erőt fog adni neked az az este. De ugye Eszter azt kérdezte, hogy a színházat mennyire preferálod. Én most elkaptam egy mondatot készülve veled való interjúra. Amikor írtál egy könyvet, akkor azt mondtad, hogy valószínűleg te vagy az egyetlen olyan ember, aki úgy írt könyvet, hogy nem olvasott el egyetlen egyet sem. Igen, ez azóta is így van. Egyszerűen nem tudom olvasni. Nem tudok olvasni, bármilyen érdekes, ami érdekel, mi van benne. A harmadik, negyedik oldal után elkezdek gondolkodni valamit. És nem tudom, mit olvastam. Állandóan jár az agyon valaminek a fejlesztése. De az válta ki, nem amit olvastál. Nem érdemes olvasni. Szerintem azt ne erőltessük. Tehát akkor igen, akkor nem. Nagyon sokszor próbáltuk már, és már akkor az iskolában kiderült, hogy nem. A színház nem fogja ezt okozni neked. De azért érdemes megnézni, mert utoljára, vagy egyetlen egyszer volt 15 évvel ezelőtt, hogy voltam. A darabra sem emlékszem. De hogy melyik színházban? Azt tudom. Elrángattak, hogy menjek el, mert jó lesz nekem. És de fiatal voltál, talán nem iskolával, vagy nem? Hát az jutott eszembe, van egyik kedvenc filmem, az életre valók. Igen, hát ez a kedvenc filmem. És úgy éreztem magam, mint a zseniális Nébus, aki fönt megkérdezi a
a főszereplőtől, hogy és hány órás a darab, és mondják, hogy 3,5 órás, úristen. Nem, de, hát ő, de, ugye, de annyira csodálatos nem... dolgok vannak. Eszter jóra fog invitálni, biztos nem, vagyok. Biztos, úgyhogy ezt nem fogom megúszni. Nem is akarom. Nem, jó, de jó. Melyikre hívnád? Én a hattyút mondanám azok közül. Elsőre valószínű, hogy a hattyú. Hattyúra, de... Remek, minden de, szempontból. Meg hát egy Molnár Ferenc, tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy szerző, színházi szerző, csodálatos jelenetek, elemzések, szerepek, zseniális. Szerintem az nagyon fog tetszeni. Hát akkor a Shakespeare, azt nagyon szerettem, a Bodó darabját, ami ja. Szerintem nagyon-nagyon szeretné. Az lehet, hogy egy kicsit vadnak. Nem baj. Nem elsőre. Fölépítjük. Nem, fölépítjük. Lerancsuk el az elején. Mert... Nem. És de vad, de nagyon, szerintem nagyon igaz. Tehát ha igazat lát, akkor az... Feladtad azért a leckét. És szerinted egy ilyen fotózás, egy lesezés, az lehet, hogy érdekes lehet számodra? Én boldogan, én nem merek ilyet mondani, de én elmennék egyszer vele. Hát ezt mondtam az elvon, én csak úgy megyek el, hogyha barterezünk, és akkor én is adok egy-egyet. Én boldogan. Az egyik páholyba. Én azt vettem észre, hogy én ezeket a helyeket azért hoztam létre, hogy főleg, hogy saját magam tudjak fényképezni, de amikor egyre szélesebb körből jöttek az ismerőseim, barátaim, akkor azt láttam, hogy nem csak fotósoknak érdekes megfigyelni a természetet, hanem gyakorlatilag bárkinek, aki egy picit is nyitotta az élőre. Hát azért nem csinálom, mert nincs rá kapacitás, tehát ismerősök, barátokkal igen, most dolgozunk azon, és most még a jövőben, mert holnap lesz a sajtótájékoztató, de mire publikálod ezt, akkor már a múltban. Az első olyan madárszínháznak az elkészítése, ami Hortobágyon. Színház, tehát színházban okay, visznek én is. Madárszínház, aminek az alapja az, hogy az ember van bezárva, az állatok vannak szabadon, tehát igen, egy ilyen úgy hívjuk, hogy inverzó, tehát egy ellenkező az állatkertnek. És a mi feladatunk az, hogy ne a várakozásról szóljon az ottani lét, hanem biztosítsunk egy olyan közeget, amiben te el tudsz menni anélkül, hogy az ottani állatokat elzavarnád, bármennyi időt tölthetsz 5 perctől a 2 óráig, és nagyon jó eséllyel olyan élőlényeket lássál az üveg másik oldalán, mint ahogy itt is, egy detektív üveg másik oldalán, amikről azt se tudta, hogy eddig léteznek, de Magyarországon elterjedten. Hát, ha itt már Bence elmondta, hogy ő nem nagyon... preferálja, vagy preferálta a színházat, én is mondok egy vallomással élnék. Ha valaki nem érdekel különösképp a természet, meg az állatok, akkor az én vagyok. Én nagyon urbánus lélek vagyok. Én nem kéreckedem, én engem ez valószínűleg nem tudna rabul ejteni. Csak arra lennék kíváncsi, ha én ott ülnék, és a te iránymutatásaid alapján egyszer csak elkezdem én ezt figyelni, mondom, én vagyok az alsó küszöb, akit szinte lehetetlen meggyőzni. Engem mitől nyűgözne le mindez? Tehát mit látok hát ezt én? Akartok jönni együtt? Mit látok? Azt látod, hogy vannak élőlények, emlősök, madarak főként, amiket megtanítottunk a történelem evolúció során, hogy féljenek tőlünk. És ezért, amikor te kimész sétálni az erdőbe, akkor mindig azt látod, hogy valami szalad el, vagy azt látod, mert hamarabb észrevett téged, és elmegy. És hogyha elvisztek egy lesbe, akkor ott az állat nem tudja, hogy mi ott vagyunk, és extrém közeli jeleneteket tudsz látni, tehát azok az élőlények, az őz, vaddisznó, a nyúl, a vidra, a hód, ami eddig mesekönyvek lapjain volt látható, meg egy természetfilmben esetleg, az ott előtted megelevenedik, és méterekre, 1-2 méterre ott éli minden napjait. És hogyha erre rászánsz egy pár percet, és látod, hogy ez nem a várakozásról szól, meg nem is annyira unalmas, akkor felfedezel benne érdekességeket. És valamelyik része biztos, hogy... Rabulejt. Biztos vagyok benne. Olyan varázslatos, hogy én elfogott vagyok a témával, mert én ebben a közegben élek, de minden egyes percét élvezem, és alig várom, hogy újra visszamehessek terepre, és új jeleneteket fedezhessek fel. Ehhez kapcsolódnék, hogy a színészetnek egy nagyon érdekes korszaka volt az életemben, amikor figyeltem állatokat, hát mondjuk a főemlősöket, mondjuk a majmokat, vagy egy gorillát. Volt alkalmam nagyon régen a berlini állatkertbe elmenni, és volt egy gorilla, aki háttal ült, és én addig nem megyek el, amíg nem néz rám. Nem tudom neked elmondani, hogy én ott mit éltem át, nagyon sokáig álltam ott, nem nézett rám. Ráér. Nem nézett rám,
Hát én is esküszöm neked, ha nem két órát álltam, akkor egy percet se. De nem nézett. Nem lesz a lesbe baj. És tesi? Nem lesz a lesbe gond. De nem, azt akar, jó, de most azt akarom csak mondani, hogy színészetet lehet tanulni állatoktól. Tehát olyan kifejezőek, és annyira hát, céltudatosak, tehát ott mindent lehet érteni, hogy miért csinálja. Most inkább az emlősökről beszélek, de szerintem egy madárnál is ez van. Tehát ha elkezded figyelni, akkor megérted a nyelvét, vagy hülyeségeket beszélek. A nyelvét aztán nem is, engem inkább az motivál, hogy minél inkább figyeled őket, és minél több összefüggésre jössz rá, annál inkább igen. Azt látod, hogy mennyire kicsi részei vagyunk ennek a rendszernek. Meghatározó részei vagyunk, igen. Mert azzá formáltuk a tájat, ami nekünk az ideális, de amikor már mi nem leszünk, már mint hogy nem mi hárman, hanem mint emberiség, igen. Ez még folytatódni fog tovább is. Azt én jól figyeltem meg, hogy neked azért az nagyon fontos, hogy minden szerepbe, még ha ez nem is lenne evidens, az ő sérülését, mármint a karakternek a sérülését, azt te megkapargasz? Hát persze, minden ember sérülékeny, tehát nem tudsz olyan ember típust mondani, aki nem, de nem is így fejezném, hogy sérülést, jó, lehet hallani? Nem a sérülés a lényeg, hanem az a széles skála, ami egy emberben van, az minden, teljesen mindegy, hogy mit játszok, az látszódjon, vagy az érződjön, a drámaisága, a kérdései. Mit értesz? Hát, hogy mondjam, tehát most... Sebet? Hát most nem sebet. Hát valami... Frusztrációt, valami, igen, frusztrációt, görcsöt, valami sérülés gyerekkorból, ami nincs ki beszélve, nincs tisztázva magával. Te a színészet által ezeket tisztáztad magaddal? Mindenkinek? Én egyre, hát folyamatosan tisztázom magammal, tehát én ugyanúgy tanulok és fedezek föl elképesztő dolgokat, de nem járok pszichológushoz. Mondasz, hát egy színésznek de nem is kell. Nem járok, mert de, nagyon jól elemzem a dolgokat. De tudsz mondani egy olyat, ami ránk tartozik. Igen. Tehát nem valami nagy trómára gondolok. Amire te a színészet által jöttél rá magaddal kapcsolatban, ez vezethet gyerekkorhoz, apukádhoz, a főiskolához, Kaposvárhoz, bármihez. Hát az valószínű, hogy ugye én nekem nem volt sikeres a kezdésem. Nagyon nem volt sikeres. Háromszor próbáltam a főiskolát, mind háromszor eltanácsoltak. És én nagyon fiatal koromban megéreztem a színpadnak a kvázi varázsát, és ez most olyan szentimentális, és akkor készültem erre a pályára, és akkor rögtön az volt, hogy nem. És ahol én most tartok, én nekem az egy elképesztő, szerintem erőt adott, hogy én akkor is színész leszek minden áron. Engem elutasítottak, nyilvánvaló rossz napjaim voltak, de nem érdekelt, akkor is megcsinálom. Olyan emberekkel beszélget a kollégáiddal, akinek nincs diplomája, színészi diplomája, igen. Majdnem minél előkerül egy bizonyos idő után a beszélgetés során, hogy van egy bevallott, bevallatlan, kibeszélt, kibeszéletlen belső bizonytalansága legalábbis egy ideig, hogy én nem kellettem ennek a pályának, ennek a szakmának. Nekem ez nem volt. Kezdetektől nem, sem? Nem. Nekem mindig azt mondták, hogy hát én mindig egy kicsit erősebb voltam, és ezt a hülyeséget mondták a 18 éves lánynak, hogy alkatilag alkalmatlan. Ezt konkrétan megtudtam. Ráadásul egy olyan nagyszerű pedagógus, akinek a lánya akkor volt 120 kiló. Nem viccelek, én akkor nem volt, dehogy volt. Tehát, hogy magamhoz képest voltam erősebb, és azt mondta, hogy na most egy 18 éves embernek azt mondják, hogy alkatilag alkalmatlan egy színészi pályára, az brutális. Tehát az brutális. Nyilvánvaló az alkatom, a mai napig probléma van, de magam miatt, mert én tehát én nem érzem jól magam. Igen, most zavar. Például. Hát nem, zavar, mert sok, hát sok, nem tudok úgy mozogni, tehát nem azért, hogy holnap kellek-e arra a szerepre, nem, magam miatt, de ez nekem egy örök, elég nehéz harcom, sajnos. Folyamatosan fogyókúrákkal küzdöttél? Hát
mindig, hát persze. Volt egy nyár, amikor 20 kilót lerogtam. Hát nem egy nyár volt, hanem 5 nyár volt. 5 nyár? Persze, hát nagyon sokszor. De hogy kell csinálni 20 kilót leadni egy Jézus nyárot? Mária, ilyen kérdés, tehát nem enni, ilyen egyszer. Nem enni. Keveset tenni, most ez nagyon végletes, amit mondok, mert nyilvánvaló ez így nem igaz, de nagyon minimális ételt kell bevinni. Hát hogy ne érni meg? Hát boldog lesz az ember. Boldog. Én nagyon boldog vagyok, hogyha mondjuk nem vagyok ennyire elengedve, mint most. Szóval igen, jó tesz. Szóval most visszatérünk oda, azért szerintem sokan elhullhattak volna a te helyzetedbe. Tehát ezt megkapja 18 évesen ráadásul egy ilyen brutális mondat kíséretében. Igen. Azért ez okozhatott volna egy olyat, hogy összetöri az önképét, igen, az önbecsülését. És ráadásul ez nagyon érdekes, tehát nem is voltam én így személyiségileg rendben. Tehát én látom azokat a fényképeket, ami volt 18 éves koromban, hogy én egy másfajta nő, és akkor majd mindjárt folytatom, tehát másfajta nő képen volt. Tehát én azt hittem, hogy én egy ilyen magas, kétméteres bombázó vagyok. És akkor lekerültem Kaposvárra, és akkor én kellettem. Tehát ahány kiló voltam, amilyen magas voltam, és ez aztán elindított egy olyan világba, ami rettentően lényeges egy színésznek, hogy magára találjon. Nem is bánod, hogy akkor nem mertek fel a főiskolára? Sőt. Hát a legjobbat tették velem. Elég tétel részét megkaptad a tanároktól? Tehát később? Hát azok tanítottak, akik aztán a pályának a legnagyobb tanárai lettek. Ez igen, de például Simon Zsuzsa nem vett föl. Hát nem vett föl. Hát különben az előbbi történet az ő. Ő volt. Ja, hogy az és ő a volt. Mányai Zsuzsa lány, bocsánat. Aha. És ezt például itt valaha kibeszéltétek, vagy valaha? Kivel? Te... Hát nem, az egy gyönyörű dolog volt, az élet az nagyon szép, és ezt te is tudod, hogy képzeld el, hogy nemzeti stúdiós voltam, és elvitek valami rádió, esküszöm, hogy így volt, lehet, hogy fölnagyítom a dolgot, de elvitek egy rádió felvételre minket, tehát mi sokat statisztáltunk így a rádióba, nemzeti stúdiósok, és velem szembe állt a Mányai Zsuzsa, adj egy lapot, igen, és mi meg ott álltunk, és én is ott álltam, és ilyen nagyon csillogó nő voltam, és akkor állt velem szembe, hát látta, hát minden tudja, hogy én ki vagyok, és így remegett a keze, és ilyen bakizgatott meg minden. Most én nem azt mondom, hogy én miattam, de ezt látni nekem akkor, hát akkor mondjuk azt a szót ki, hogy elég tétel. Uh-huh. Elhiszem, abszolút elhiszem. Bence, a te esetedben a hajtóerő az lehetett az, ez most jutott eszembe, hogy tudomásom szerint ti nem voltatok olyan nagyon elengedve gyerekkorodban anyagilag. Tehát amikor te akartál valamit, akkor azt mondta apukát, keresd meg rá pénzt. Hogy neked egy ilyen rakéta, vagy hajtóerő, nem tudom, miért ennél a két szónál maradtam. Ez sokszor ez volt? Tehát a sikerélmény megszerzése, a pénz megszerzése. Ez volt a legjobb szerencse. Ez volt minden legjobb... más módon támogattak, anyagilag nem, de egyébként egzisztenciálisan bármi hülyeségbe kezdtem, nem mondták. Tehát most így visszagondolva, hogyha esetleg az én gyerekem szeretne olyan marosságot csinálni, amiket annak idején én, és azt is engedték, hogy hadd csináljam, az elég furcsa most ezzel a fejjel. Tehát az, hogy pénzt nem adtak, az pedig egy óriási lehetőség volt, mert így magamnak kell kitalálni, hogy legyen pénz. De már 7 éves sem tudták pénzt. Adták volna, és adhatták volna, hogyha lett volna, hiszen én akkor eredményeket értem már el, és vehettek volna mondjuk egy objektívet, vagy egy fényképezőgépet, ami ma azért úgy evidens, vagy egy biciklit, például a biciklire saját magamnak kell pénzt gyűjteni. De mivel én ezekre a dolgokra vágytam, pénz nem volt, ezért meg kell tanulnom, hogy honnan teremtsem elő. De hogy teremti elő egy 10 éves gyerek? Hát például úgy, hogy néztem, hogy apukám mit csinál a kertbe, láttam, hogy ő termel mindenfajta zöldségeket, akkor én is beálltam a sorba, kijelöltem magam kis parcelláját, és akkor azt mondtam, hogy én most ide retket, ide karolábét fogok vetni, alkozókat néztem, hogy növekszenek, majd amikor lett belőle már valami kézzelfogható eredmény, akkor elvittem a menzára. De nem kérdeztem meg otthon, meg ez nem volt így tervezve, hanem egy kis talicskával beraktam ezt a zöldséget, eltoltam a mezzára, és mondtam ott a konyhásnénéknek, hogy van zöldségem eladó. Megvették az összeset, szerintem dupla áron, tehát olyan lóvéval mentem haza, nem tudom, 200 forinttal, és azt én kerestem meg azt a 200 forintot. És az az érzés, hogy én a semmiből létrehoztam valamit, és utána 200 forintból lett 2000 forint, aztán abból 10.000 forint, és abból már lehetett biciklit vásárolni. Hány éves volt ekkor, amikor a mezzás néni oda ment? 8. Azt a hét. De jó. Tehát a hasonlatozott második, harmadik, ahogy ilyesmi.
időben. De meg nyilvánvalóan nagyon finom lehetett. Nagyon jó. Hát persze, bió volt. Én nem permeteztem, nem volt rajta műtrálás. Jó áru volt, tehát egy fenében vették. Te akkor az a típus vagy, aki a jéghátán is megérsz. Szerintem igen, gondolkozom ezen, hogy semmi nem örök, és amikor jól megy valami, akkor fel kell készülni arra, hogy majd, amikor nem megy, mi lesz. Én akkor is fogom élvezni az életet. Azt hallottam, hogy volt olyan helyzet, amikor te 50-valahány napig ültél egy lecsbe. Hát simán az. A simán? Mondom, igen, igen. Tehát két hónapig. Ez úgy kell elképzelni, hogy ezeket a körülményeket megteremtem, ami ahhoz jó, hogy kényelmes legyen. Tehát egy ilyen lesbe, ami arra alkalmas, hogy 50 napot benne legyek, úgyhogy nem jött. Ott az volt az nagy szó, hogy nem jöttem ki. Mert voltam benne 74 napot, azt hiszem, annyi volt a legtöbb, de ott hazajártam mondjuk fürdeni. Itt én csináltam bent fürdőszobát, padlófűtést, hűtő volt bent, mikro, internet. Tehát egy olyan közeget építettünk fel 10 év alatt, ami erre alkalmas volt. Ez hol volt helyileg? Ez a Kiskunság Nemzeti Parknak egy félreeső területén van, ahol az évek során mindig hozzátettünk egy picit ehhez az infrastruktúrához, és az első madárszínház, az, ami az ötletet adta ennek a hortobágyi projektnek, az ott készült el. Tehát ahol már tényleg ott van minden, és olyan kényelmes, hogy ott húzza, mint egy űrhajó, ott is kényelmes, csak azért nem tudsz sok métert mozogni. És mondd, amikor úgy ott vagy 50-valahány napig egymagadban, ugye? Mert ott nincs élő ember a környezetben. Nem, hát ilyen fajta barátokkal, akik érdeklődnek, és mindig volt valaki. Jó, az mindig volt valaki. Meg az időnek a 60%-ában nagy érzés, hogy volt valaki, aki legtöbbször nem fotós volt. Egy ilyen 50 pár nap, ez nem arról szól, hogy én ott kényszerzubbonyba és számvizetésbe ülök egy kényelmet, helyen is ázok, fázok, hanem ott van egy kényelmes közeg, és mindig történik valami. Ez a lényeg, hogy ott projekt van, ott állandóan az agyam, az jobban dolgozik, mint a kezem, mert állandóan ötletelek, hogy mit fogok tenni ahhoz, hogy azt idézzem elő holnap, hogy az történjen, amit én szeretnék. Tehát én látok egy jelenetet, látom a madaraknak a kommunikációját, hogy mozognak, és közben megfogalmazom, hogy éjszaka, amikor kimegyek, akkor milyen setupnak hívjuk azt a berendezést, amit csinálunk, hova tegyem a halakat, hogyan etessek, hogyan helyezzem el az ágakat, hogy valami olyan jelenetet generáljak, ami fotográfiailag érdekes. És akkor este megyek ki, fizikai munka, jégtörés, ásás, tehát az ott van kondi, bár ez lehet, hogy nem látszik rajtam, de elég kemény fizikai munkák vannak, főleg ilyen extrém időben, éjszaka, meg hóba, meg forróságba, és aztán másnap megnézzük, hogy ez hogy sikerült. És jön, elkezd pirkadni, akkor már nem lehet kimenni, akkor amit én ott beállítottam, az úgy van, estig, mert legközelebb megint csak sötétbe lehet kimenni, amikor nem zavarom őket. Ja, hogy tetézzük a próbatételek során, te hajnalba kezd, tehát nem 9-10. Hát még az előtt kelek, mert a téli 54 napos ominózus eset az úgy történt, hogy még 4 óra előtt keltem, 3:30 inkább, hogy mire pirkat, addigra nekem már benn kellett lennem a lesbe, minden akkumulátorral, fényképezőgéppel beállítva. És te csinálsz rossz képet? Hát én is csinálok rossz képet, illetve valószínűleg több rossz képet csinálok, mint bárki más, de én nem mutogatom őket. Jó, ez jó. Szelektálok, és a rossz képeket azokat nem töltöm. Persze. Nem olyan, értem. Szerinted az eddig életed során, én nem tudom, hogy 10 000 képet készítettél, rengeteget. Pár milliót. Pár milliót. Most már ezt nem is számoljuk meg. Szóval, hogy ebből a töménytelen mennyiségű képből te hányra mondod azt a saját értékítélet szerint, ha már ezt ennek azt mondhatod, hogy a rosszakat nem mutogatod, amit azt mondod, hogy ez brilliáns. Hát a brilliánsnak a szintjét azt meg kell fogalmazni, de nagyjából inkább azt mondom, hogy nagyjából olyan egy kép az 1000-ből, amit megmutatok másnak. 1000-ből egy, amit megmutatsz? Igen. És évente mondjuk 1-2 olyan fotó van, amire azt mondom, hogy na, ezt én csináltam. Tehát az úgy azért nagyon visszafogott mennyiségben van. Én úgy csatlakoznék ehhez a dologhoz, hogy így a pályán is meg lehet a két kézen számolni az olyan alakítások, vagy olyan munkákat, amire azt mondta, hogy na. Két kézen? Nincs több. Nincs több. Ez este, vagy szerep? Hát szerep. Hát egy munka. Egy munka. Nem az este. Az, hogy egy munka hogy sikerült, és hogy az ott minden összeáll. De hogy csak visszatérjek a Bencéhez, hogy tényleg nincs olyan nagyon-nagyon sok brilliáns dolog. Már csak azért sem, mert ő is maximalista, tehát még jobbat akar, még, és hogy tényleg minden összeálljon, azért az nem, nem az, azért meg kell dolgozni.
Viszont amikor ez sikerül, az meg a igen. Abszolút katarzis. Tehát az odáig vezető katarzis? Út is nagyon igen. Érdekes, de amikor van egy beteljesülés, igen. És az nem azt jelenti, hogy ha az nincs, akkor rossz az egész. Igen. De ha van, akkor az meg igen. A... Tehát és mennyi képzeld, hogy élvezed a munkádat, minden nap egy öröm, és akkor végén még kijön a gépből valami olyan produktum, amire évek múltán is vissza lehet nézni. És az igazán jó kép az olyan, ami nem évül el. Az 10-20 év múlva is olyan. És tudod, hogy mennyi eddig neked ez? Vagy ez? Tíz alatti. Hát körülbelül akkor. Igen, és ő nagyon fiatal, tehát ő neki még azért, ha 10 alatt, akkor még be fog neki jönni a 20 is. Igen. Annyira. Figyelek. Jó, hogy itt vagy. Te nagyon örültél, mikor Bencét említettem. Nagyon, hát. Miért? Mert láttam a fotóidat, én láttam. A kiállítást? Igen, nem a kiállítást, a díjnyertes fotódat, és így nem láttam a kiállításodat. És akkor fölmentem az oldaladra, és egy csomó mindent megtudtam róla, tehát megnéztem. Tehát, hogy én most egy nagyon bizarr dolgot fogok mondani, de én engem nagyon vonz a tehetséges ember. Hogy a saját bármit csinál, de abban zseniális és tehetséges is, azt éreztem meg benned, hogy te egy nagyon nagy kaliberű és nagyon tehetséges lény vagy, és ezért akartam veled találkozni. Köszönöm, örülök neki. Én, meg neked is, hogy összehoztál benne. De bízom benne, hogy ha megnézel, akkor valami hasonlót fogsz mondani. De nem teszünk terhet rád. Tényleg, szóval nagyon örülök. Tényleg nagyon. És tudnod kell, hogy kivártuk. Ki? Abszolút. Több felkérés volt. Igen. Köszönöm. Lehet, hogy problémás vagyok ilyen szempontból. Jaj, nem. Időpont, amikor kell egy fix dátumot. Jó, hát az velem is volt. Persze. Nem. Bence, hát ezt úgy képzeljétek el, bocsánat, hogy ugye én vagyok ott egy tanyán, messze Pesttől, és amikor az ember onnan kimozdul, főleg én Pestre, akkor nagyon jó, hogyha össze vannak szervezve egymás után a dolgok. Azért te meg tudsz lenni ilyen sok ember nélkül, ugye? Meg tudok lenni, igen. Sőt. Együtt is nagyon jól el vagyok, viszont hogyha feljövök, akkor én szeretném azt hasznosan tölteni, és most ez nagyon jó, hogy beszélgetek veletek, és innentől a következő lesz egy másik hasonló beszélgetés, holnap tartok egy előadást. Ha okay. Már ilyen szépeket mondott Eszter, azon te gondolkodtál meg most, belemehetnénk abba, hány díjat kaptál, hogy világviszonylatban mennyire jegyeznek. Inkább az érdekel, hogy biztos van arra nézve neked, és nem kell semmilyen szerénykedő vagy álszerény magyarázat, hogy mi emel ki téged ebből a mezőnyből világviszonylatban. Ha még egy szóba kellene, nekem van erre egyébként egy javaslatom, de kíváncsi vagyok, te mit mondasz. Én nem sztoriban gondolkozom, hanem egyedi képekben gondolkozom, és egy képbe szeretném azt kimutatni, kihozni, ami jobb, mint minden eddigi. És mindig ez motivált, hogy voltak olyan képek, amilyenek az én kollekciómban, és szeretnék egy annál valamilyen szempontból érdekesebbet, jobbat, különlegesebbet, mint technikailag, mint etológiailag is. És ez a fajta motiváció, ez ad erőt ahhoz, hogy 54 napig ne jöjjek ki a lesből. Igen, és akkor az a kitartás, az innováció, meg egyfajta szemlélet tud találkozni, akkor tud kijönni egy olyan produktum, ami egyedi, meg meghatározza azt is, hogy nem látják, hogy ki készítette, de érzik, hogy ez a fotó az valamitől különleges. Én tudod, melyik szót mondtam volna? Fanatizmust. Tehát ehhez fanatizmus kell. Ez több annál, mint hogy valaki nagyon szereti csinálni. Csak amikor azt mondod, hogy fanatizmus, az általában azok ilyen elmebetegek, akik fanatikusok, de végülis én is az vagyok. Úgyhogy, már milyen értelemben gondolod, hogy az vagy? Hát az, hogy annak van egy kicsit ilyen negatív kisugárzás, hogy fanatikus, hogy mindent eltapos, és minden megszáll, de végülis mégis ez rám jellemző, hogy megszállottan megyek egy-egy téma után, és olyankor tényleg félrerakok mindent, és arra fókuszálok. Azt megkaptad egyébként, vagy találkoztál ilyennel, hogy kicsit különcnek vagy furának gondolt egyik-másik ember? Hát az a furcsa, ha nem kapok ilyet. Tehát már a kezdetektől, általános iskolától kezdve ez engem kísért, vagy kísér. De van nézőpont kérdése. Nagyon sokan, igen. Nagyon sok barátod. A különbség az annak nehéz, aki nem látja át, hogy mitől működik ennek a mozgató rugója, de amint elkezdünk egy projektet közösen csinálni, most például egy építkezés terén, és elkezdünk együtt dolgozni, akkor látja azt a gondolkodást, hogy az, ami kívülről különbség, az hogyan hajt pozitív eredményeket a végén. Tehát én nem nagyon vagyok megalkóva, és nem szoktam úgy dolgokat csinálni, ahogy szoktuk. De nem szoktam, ahogy szoktuk, hanem megnézem, hogy szokták, és azt tudom, hogy
na úgy biztos nem, és keresek új útvonalakat annak azoknak a tapasztalataiból. Zavart ez téged valaha, hogy különcnek néztek? Hát őket zavarta, de engem nem. Ő nem úgy él, hogy különc. Tehát az ember magát képviseli, akkor nem nyilvánvaló aztán rájön, hogy különcnek kezelik, de ő nem úgy él, hogy ő különc akar lenni, hanem ezzel akar foglalkozni, és ezért lesz különc. De ez nem baj. Nem, jaj, dehogy. Én is mindig más voltam. Igen? Mindig első milyen értelemben? Hát nehezen viseltem, tehát visszaemlékszem, tehát nehezen viseltem az átságot, az iskolát, mindig zavartak dolgok, tehát nem tudtam beilleszkedni. Nem is akartál? Valószínű nem akartam, igen. Tehát, hogy én például emlékszem egy ilyen élményemre, hogy sok élményem van, de hogy nekünk kötelező volt a kisdobos nyakkendő. Én abban a korban éltem, és minden nap föl kellett venni a kék nyakkendőt. Ez kötelező volt minden általános iskolában. És akkor én nem itt kötöttem meg, hanem itt. És ez is gond volt, tehát, hogy és akkor én megmondtam, nem tudom hány évesen, hogy hát fönn van a nyakkendő, fönn van. Akkor nem mindegy, hogy hol kötöm meg. Én így szeretném megkötni. Tehát látják, hogy... És első perctől kezdve próbáltam egyéni lenni, mert jobban éreztem magam. De ez nem póz volt, egész egyszerűen? Nem, így akartam. Nekem ez jobban tetszett, hogy nem mind a 30-an így, amin így legyen, hanem... És ezt téged zavart például, hogy színésznőként nagyon sajátos katujába helyeztek, legalábbis egy ideig. Nem érdekel. Nem érdekel? Nagyon gyorsan rávágtad. Nem, de tényleg nem. Régen se érdekel? Nem. Hát ilyen vagyok. Csak az jutott eszembe, hogy amikor te Mészáros Mártával nagyon szerettél volna együtt igen, dolgozni. Igen, az egy szép történet, igen. És a Mészáros Mártát egyszer megkérdezték, mikor te mondtad, hogy hát az lenne az igazi, hogyha majd egyszer vígjáték forgatókönyvet fog kapni, akkor majd elgondolkodik Csákányi Esztelen. Azért, amikor ezt a mondatot te meghallottad, akkor mi jutott eszedbe? Szomorú voltam, és akkor még nem készült el a terápia, ami szerintem így a pályámon is egy nagyon komoly dolog, és akkor ott talán bizonyítottam a Mészáros Mártának, hogy nem csak komikai és vidám szerepet tudok eljátszani. Ennyi. Sokan szerinted ezt gondolták rólad? Hogy egy ilyen virtigli, hát bohóc szerep. Hát az is vagyok, hát egy olyan vagyok, persze, csak színésznő vagyok. És ha bíznak bennem, mint ahogy az Enyedi Judikó bízott bennem a terápiánál, egy olyan szerepet ad, amit ő szerinte is meg tudok csinálni. Mi akkor beszélgettünk utoljára, amikor pont a terápiának volt a castinge, és akkor te már tudtad, hogy megkaptad. Igen, nagyon boldog voltam. Elképeszt, ezt akartam mondani. Én színészre nem tudom, emlékszem-e annyira derűsnek, annyira reméltet, ugye? Az egy nagyon nagy győzelem. Az egy nagy győzelem volt, mert azt is tudtam, hogy az én generációmban minden színésznőt behívtak erre a castingra. És egyszer csak kaptam, és én szomorú is voltam, és ugye akkor még én a Mácsaival nem találkoztam, és szomorú voltam, hogy tényleg miért nem hívnak be, tehát ez olyan rossz, hogy mindenki be van hívva. És egyszer csak fölhív az Enyedi Ildikó, hogy van ez a dolog, hogy gyere ki. Kaptam két jelenetet, a legbonyolultabbat választottam, tehát nem a könnyebbet, hanem a komplikáltat. Egy feltételem volt, hogy a Mácsaival csináljam. Tehát akivel nem, majd élesbe akivel is. Fogom játszani. Igen. És oda mentem, felkészülve, olyan ruhába mentem, hogy én, ami különben bele is került a filmbe persze, és összeszedetten megcsináltam, és... Éreztem, hogy hát ha ez nem fog tetszeni, akkor tulajdonképpen ott is úgy voltam, hogy én ezt megcsináltam. Tehát én tudom, hogy ez nem lehet más. Tehát nem lehet más. És már este engem az Ildi fölé volt, hogy ez titkos meg minden, de valószínű, hogy te leszel. És anyát, hogy igen, szóval azért... Hogy történik egy ilyen casting? Miért nem elég annak, aki választ megnézni az adott szereplőnek a... Nem, mert össze kell passzintani színészeket, tehát, igen, hogy akarják látni. Hát persze, hát azt nem tudják fel, hiába tudják, hogy a Mácsai Pál nagyon jó színésznő, vagy én, vagy színész, vagy én, de hogy passzolnak hogy össze. Hogy, hát mondjuk igen, de ez az egész szakmára jellemző a kémia. És ott kaptok feladatot, és az alapján döntik el. Nem, elküldik a jelenetet, meg kell tanulni, ugyanúgy, mint egy próbán, vagy egy színdarabban, és akkor ott össze
keresztenek minket, és akkor... Nagyon sok azon múlik, tehát tulajdonképpen egy castingon nem is a tehát nem az dől el, hogy jó színész vagy, vagy izé, hanem hogy abban a helyzetben összetudnak-e téged tenni. Akkor sokszor csalódás. Sokszor csalódás. Ha nem téged választanak, akkor Isten azt. Volt természetesen nekem is rossz castingom, de azt én nem is akartam csinálni. Tehát, mondjuk el, hogy mi. Nem mondjuk el. Sorozat volt, vagy mozifilm? Nem sorozat volt. És meg is bukott a film különben. Meg is bukott a film. Meg. Nem volt jó film, és, nem jó, és nagyon rosszul viselkedett a rendező. Szörnyű volt az egész. Ki dönti el, aki marad? A rendező. Hát nem csak a rendező, ott van egy team, producer, sok mindenki. És mondd, azt a fajta, ha már elégtételt emlegettünk a főiskola kapcsán, azt a fajta reváns érzést, azt te megkaptad a terápia után? Hogy azért a rendezők egy picit máshogy tekintettek? Nem, ugyanúgy nem hívnak. Ugyanúgy nem hívnak? Hát hívnak. Hát a Fazekas Csaba az nagyon szeret, és akkor megcsináltam a Swinget utána, amit nagyon szerettem, az már ugye egy kicsit komikaibb szerep volt, de tökéletes munka volt, imádtam csinálni. Jó film szerintem is. Azt különben nézd meg esetleg, azt meg tudod nézni a Swinget. Azt például megnézhetem. Unódi Eszter, Csákányi Eszter, Törőcsik Franciska. Törőcsik Mari. Tehát, na mindegy, ő is, te Franciska persze, is. Persze. Tehát most ezt komolyan mondom, ezt megtudod, fönn van mindenen csatornán, kivetítő, nézd meg. És akkor utána beszélünk. Nem, ugyanúgy nem, persze. Ez, és mivel magyarázod? Nem tudom. Kicsit néha tudom, de most erre nem nagyon térnék ki. Nyilvánvaló... Közélet? Igen. Azt hagyjuk, az, igen. Igen, azt most nem akarom. Az mondjuk eléggé beleszól, de hát így be vagyok így igen rakva ebbe a vicces figurába. Több Csákányi Eszter anekdótát nem fogok felidézni, de elmondtál egy interjúban egy szerintem nagyon jó történetet, hogy amikor Katie Bates megkapta az Oscar-díját, akkor úgy vonult be... Hát ezt igen. Tehát, hogy ellenőrzik nem. A színészeket hát, és az akkreditációt, hogy nem mehetsz, igen, és igen. Ő nem volt egy annyira ismert arc. Nem, de nem akarták, egy színésznő volt. És nem akarták elhinni, hogy ő és az. És nem, is meg kellett mutatni az, hogy a nevét, meg mindenét, és amikor megkapta az Oscar-díjat, azon az estén. És azon az estén, akkor ő azon a kapun ment ki, aki a szobrocskával a kezében. Igen. Szóval... Ezt miért tartottad jellemzőnek? Hát ez rá is érvényes? Hát nyilvánvaló, persze. Bizalmatlanok. Nem, ez az életnek a része különben. De azért azt úgy elmondom, hogy mondjuk, ha a piacra megyek, és akkor... kedvesen, nagyon kedvesek is az emberek, de van, aki nagyon nem kedves. De nagyon hát, nem kedves? Persze. De mit mondanak? Hát erről beszéltünk, hogy erről most nem fogunk beszélni. A politika miatt? Persze. Beszólnak? Be. És te akkor mit csinálsz? Nem, én tudom, mert semmi, hát nem. Mintha nem is hallottad volna? Nem tudom, ugye van kedvem, visszaszólok, ha nem. Ugyanabban a stílusban vagy azért nem, inkább hát azt a stílus nem lehet hozni. Jó, hogy annyira útszéli? Persze. De most erről tényleg ne beszéljünk, ez a csodálatos természetfotós. Ne? És amit holnap előadsz, az mi a téma? Az korábban csak a szakmának szólt, akkor blender, mélységresség, tehát ami Endrének biztos nem feküdt volna, meg másnak se, és utána rájöttem, hogy ezek a sztorik, hogyha öniróniával meg vannak fűszerezve, amikor tényleg elmondom, hogy is volt ez, nem próbálom kozmetikázni meg szépen, de nem ahogy történt, az nagyon, nagyon tetszik az embereknek, látják azt, hogy nem mindig lehet gólt lőni. És akkor ezek a történetek, ezek úgy vannak felépítve, hogy ahogy megküzdöttem azzal, hogy én biztos, hogy nem fog iskolába járni, de vagyok 13 éves, mit kezdjek ezzel a gondolattal, ennek a már milyen megérése. Milyen iskolába? Egyetemre vagy főiskolára? Hát fős, meg hát egyáltalán úgy... Már középiskolát is úgy kerülgetted. Általános iskolában elég megmosolyogtatóan hangzott a számból, középiskolában már nagyobb nyomatékot adtam neki, még akkor se vették komolyan, de én már érettségizni, már magántudóként érettségiztem. És akkor utána jönnek az érdekesebb sztorik, hogy jutottam el Costa Ricába, mindenhova lóvé nélkül, kapcsolatok nélkül, hogyan lehetett egy 23 éves gyereknek kimenni 10.000 kilométerre és ott alkotni valamit, utána Brazíliába, utána hogy jöttem rá arra, hogy nem kell utazni ahhoz, hogy ilyen dolgokat alkossak, hanem a saját kertembe meg tudom találni ezeket a szépségeket, és ezt az életutat követi végig, de igyekeztem poénkos központúra. De Bence, tulajdonképpen valamilyen szinten szimpatikus.
távoli ember. Ezt hallottam már, ez más is valami. Igen, igen, de én imádom. Azért szeretem, mert amikor elmegy az első ilyen kisebb poén, és ott van 2000 ember, és azok tudnak nevetni, akkor visszajön az olyan inspiráló, hogy nem tudok otthon, vagy egy kisebb közegben olyan előadást tartani, mint amikor ott van a közeg, és annak az impulzusai jönnek felém, és akkor ott jön a következő, ami már igazán poén, és akkor azt én alig várom, hogy már mondhassam, mert tudom, hogy mindenki szakadni fog a röhögéstől, és én ezt élvezem benne leginkább, hogy ott 2000 ember lehet nevettetni. Ezt nem gondoltam volna, ez is a fotós szakmát tud részelenni. Milyen érdekes, hogy elsőre azt gondolná az ember, hogy te egy törölmetszett introvertált ember vagy, ehhez képest kilépsz a színpadra, és olyan ragyogással beszélsz róla, meg arról, hogy te hatni akarsz emberekre így, személyesen és ugyanabban a légtérben, hogy csak azt teszem, hogy milyen furcsa az élet, hogy kiben mi lakozik, és új részterületeket képes felismerni saját magában. Ha nem fotózásra foglalkoznék, akkor biztos, hogy ezzel a gondolkodásmóddal végeznék valamit, megnézni, hogy tehát mi az, ami adottság ember megvan. Hát nem hiszem, mert olyan adottságon nem hiszem, hogy van, mert amikor van egy riport, és én elmondok valamit a saját elképzelésem szerint, és mondjuk a riporternek lemerült az akkumulátora, vagy betett a CF kártya, és akkor azt mondja, hogy na, akkor ezt még egyszer, vagy ezt még egyszer csak angolul, az nekem nem szokott menni. Nagyon ritkán jobb a második, mint az első. Amikor azért, mert egy olyan embernek kell nyilatkoznom, aki már tudja azt az információt, és el kell neki mondanom, mint egy színész, mintha nem tudná, és ott blokk van. Az nem megy. Ezért el is szoktam mondani az elején, hogy én nem fogok tudni ilyen etemborósan a kamerával beszélni, vagy egy mikrofon, ennek nincs szeme, nem tudok neki beszélni. Te tudsz, mert te ezt megtanultad is. Egy színésznek ezt tudnia kell bármikor, egymás után 10-szer is. Nálam meg, hogyha nem életszerű, mert ennek a mikrofonnak nincs szeme, akkor nem fog tudni vele olyan módon artikulálni, meg úgy elmagyarázni neki dolgokat, mint a te két szemednek. Ha már Attenborough-t mondod, ugye úgy tudom, hogy a te családodban, amikor te először elmentél repülőútra, arról te azt mondtad, hogy még a családod nem is ismert olyan embert, aki valaha repült. 2001-et írunk. 2001-et írunk. Meg nem voltak fabalós járatok. Te elindultál, világot láttál, és ilyen emberekkel találkozhattál, mint Attenborough. Vele találkoztál személyesen? Igen, vagy Goodall-al is, ugye? Igen, ő volt nálam. Ő volt nálad. Azért ezek, van ez olyan, amikor úgy megcsíped magad? Hát ez leírhatatlan. Hát én az Attenborough filmeken nőttem fel. És egy ilyen ikonnal úgy találkozni, hogy van közös témánk, meg egy olyan diátadóra megyünk, ahol ő díjat ad át, én meg díjat veszek át. Ez nem az, hogy találkoztunk az utcán, és akkor lefotóztunk, csináltuk egy selfit, hanem van valami közös, ez leírhatatlan. Miről ez megint csak színés kell. Miről beszéltetek? Hát ez egy óriási gála volt, az Oscar díját adó, tehát ott azért magas öptű beszélgetésekben nem lehetett bemenni. Már hogy a ti Oscar annak örültem, hogy ő tudta, hogy én ki vagyok, tudta, hogy én itt most díjazott vagyok, én ezzel már az a napon már megvolt. És nem kértél tőle selfie-t? De kértem. Kértél. És ráadásul akivel voltam, az a barátom, egy olyan, nem selfie, akkor még nem volt ilyen selfie, meg azóta sem nagyon selfizünk, hanem ott megkértem egyik barátom, hogy készítsen rólam egy képet. Na, ez a kép az életlen lett. Most mi de amikor találkozol érted ikonjával, és az életlen lett, de hát meg tudta oldani, mert ő látta a periférián, hogy volt ott valaki, aki szintén fotózott, és utána megkereste azt az embert, és elkérte tőle azt a képet, úgyhogy ezért van. De ez az Attenborough volt, aki kiszúrta? Nem. Az én barátom. Ja, értem. Te készítettél közös képet két Blanchettel? Hát hogyne. Igen? Hogyne készítettem. Mert te is találkoztál. Persze, én is találkoztam vele, meg én a Barisnyikóval is, úgyhogy nekem ezek a nagy sztárok, ami neked az Attenborough, én nekem a két Blanchett, meg a ilyen nagy, és a Barisnyikóval, akik nagyon-nagyon nagy élmény. Te meg vagy szeppenve ilyenkor? Amikor? Meg. Meg? Részben azért nem tudok velük beszélni. Ja, nem tudsz angolul. Nem tudok angolul, sajnos ez egyik legnagyobb. Én ezért tanultam meg. Na jó, hát... Amikor kimentem a világverseny diátadóra, és ott voltak ezek az emberek, és nem tudtam két szót szólni, akkor döntöttem el, hogy na, akkor... Jó, igen, én akkor most megyek a diátadóra, majd oszkedni, és nem fog tudni angolul, de majd akkor jön velem valaki. Bence elkísér szerintem, már rutinos diátadó. Igen, akkor már rutinos diátadó. Igen. Hogy igen, ezek nagy találkozások nekem is. Még az jutott eszem, hogy az is egy közös pont kettőtökben, hogy arról beszélgettünk, hogy Bence is tulajdonképpen az életét tette fel a természetfotózásra, te is tulajdonképpen. Abszolút. A színészet. Így van, így van. Ez csak
Én szerintem csak így lehet csinálni. De csak tudom, így lehet? De tud, én ezt mondom, és abban a pillanatban, amikor innen kimegyünk, tehát nagyon sokan támadnak ezért, én tulajdonképpen mindent beáldoztam, úgymond. Megérte? Nincs családom? Abszolút. Nincs gyerekem? Nem, abszolút megértem. Mert most olvasgattam régi interjúkat, 91-ben, Fodor Jánosnak azt mondtad, hogy még előtte van a gyerekvállalás, és nagyon szeretné a gyereket. Téged ez nagyon akkor mond. Lehet, hogy akkor így éreztem, de soha nem akartam igazán. Lehet, hogy valamiért ezt mondtam. Nem, nem, ez egy nagyon érdekes felismerés. Én szerintem nem minden nő való igazán anyának. Ez nekem, és ahogy látom az életeket magam mellett, és főleg a színészet nem tud nagyon passzolni. Egy színésznő vagy anya, vagy színésznő. Ezt én komolyan mondom, és nyilvánvalóan nagyon sokan fognak írni, hogy nagyon nagy színésznőknek vannak gyerekeik, és akkor az igen. Én szerintem nem lehet igazából művésznek lenni gyerekkel, egy nőnek. Élet vagy alkotás? Igen. Én így gondolom. Ez azért is érdekes történet, mert nagyon sokszor hallom azért színésznőktől, hogy volt lelkiismeret furdalása, visszagondolva a saját gyerekének a gyerekkorát, illetően, hogy nem tudott ott lenni. Hát nagyon, hát csak azt látom, most neveket nem fogok mondani, csak azt látom, senki nem tudja megoldani. Senki nem tudja megoldani, vagy úgy oldja meg, hogy a színészetet hátrébb teszi. Nem mondom meg a magyar színésznő nevét, mikor eljött megnézni a Sirályt, amiben egy színésznőt játszottam, és egy nagyon szomorú történet, és a fia öngyilkos lesz a darabban, mert természetesen egyáltalán nem foglalkozik vele. És ez egy nagyon jó előadás volt, és akkor végén bejött ez a színésznő az öltözőmbe, és akkor azt mondta, hogy én a családot választottam. És nagyon jó színésznő különben. És mond, nem, remélem nem kegyetlen a kérdés, de attól nem fél az ember később, mert hogy a Sotát emlegetted sokszor, nem fél? Nem, mert hogy egyedül lesz. Mert hogy... egyedül vagyok, de nem magányos. Uh-huh. Vannak barátaim. Nem, egyáltalán nem vagyok magányos. Tehát nem. Meg hogyha én el akarok a Balaton északi partra menni, akkor meg... Borozni, meg barátkozni. Meg barátkozni. Azt kellene, hogy menj, de a színészetet ne hagyd. Nagyon most rossz lenne nekünk, nézőknek. Azt szoktam mondani, hogy akkor jó ez a műsor, amikor én teljesen háttérről tudok húzódni, és a két ember látnivalóan elkezd nagyon érdeklődni a másik irányába. Itt nem csak az jött létre, hanem egy rokonszem is kialakult. Én ezt nagyon köszönöm, hogy benne. Láthattam. Ezt kaptam. Igen, mindkettőnknek hozott egy füzetet. Bence, én akkor azt kívánom, hogy jöjjön össze ez a színház látogatás a te segítségeddel, te pedig menj el és nézd meg egy lest. És velünk tartasz fel, az nem... Én nagyon szívesen alkalmazkodom. Csákányi Esztert és Máté Bencet látták. Köszönjük hatták. Szépen. Nagyon szépen köszönöm. Csak egy ölelés. Ennek találkoztunk. Én is.